azon gondolkozom, hogy mióta nem volt videó a csatornán, és én attól tartok, hogy ha nem is fél éve, de akkor már egy éve. No de, most, hogy igazából rájöttem itt a piros lámpánál, hogy valóban egy éve nem volt YouTube videóm, eltelt egy év, és itt vagyunk. És most, hogy április van, és gyönyörűen virágzanak a fák, arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi hol szoktunk fotózni, és mik azok a kedvenc budapesti és vidéki helyszínek, akkor el tudok csípni cseresznyefa virágokat, vérszilvafa virágzás, és az egyik ilyen kedvencünk, az ugye itt van a Gellért hegyen, úgyhogy hamarosan innen le fogunk kanyarodni jobb kézre, a Gellért hegy szálloda előtt, vagy mellett kell bemenetek jobbra, és akkor mindjárt megmutatjuk nektek, hogy pontosan hol kell felmenni ahhoz, hogy igazán szép képeket tudjatok készíteni. Nézzétek, csak itt van mellettünk a szálloda, itt elkezdtünk felfele menni, mindjárt mondom pontosan ez milyen utca, Kelenhegyi út, és ahogy látjátok, rengeteg-rengeteg szabad hely van, és itt le is fogunk parkolni. Tudtok érkezni ide egyébként elektromos autóval, vagy akár elektromos busszal, vagy bringával, vagy sétálva, és ide fogunk majd felmenni. Tehát ott leparkoltunk, és jövünk fel itt a lépcsőn, és végig felfele, de közben kicsikét jobbra tartunk. Egy évvel ezelőtt került ki az utolsó YouTube videóm. Az önbajtó kisokos, és egyébként valami nem változik. Szóval itt érkeztek meg, gyönyörű a panoráma, áramszív, és képzétek el, hogy azt hiszem egy vagy két héttel ezelőtt voltunk itt, amikor ez a fa gyönyörű, hófehér virágos volt, és másfél hét elteltével már teljesen bezöldült, ám de a panoráma és a látvány még mindig csodás. Szóval nézzétek, csak itt szoktam egyébként fotózkodni tavasszal. Itt vagyunk a Budai Várban, a legkedvencebb fotózós helyszínen. Most a Halász Bercsénél vagyunk, és ahogy látjátok mögöttem, mindenki óriási fotózkodásban van. És még a férfiak is kedvet kapnak, nézzétek csak! Szóval ez az ikonikus helyszín, ahol mindenki fotózkodik, és éppen ránk is várnak, úgyhogy mi is indulunk. Pedig a kilátás tényleg páratlan. A Budai Várnegyedben, a Tóth Árpád sétányon, ahol a cseresznyefa virágzások szóló képeket szoktak mindenki elkészíteni, és most még nem teljesen bimbóznak a virágok egyébként, szóval még kell nagyjából egy vagy két hét, de mire ez a videó ki fog kerülni, jöhettek ide a Tóth Árpád sétányra fotózni. Manapság egyre jobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, és innentől kezdve sokkal könnyebb esélyünk van bármilyen elektromos autóra szert tenni. Én most már többször is használtam elektromos autót, épp autóvásárlás előtt járok, mondhatni, és azt gondolom, hogy nőknek is mindenki azt gondolja, hogy nehéz feladat mondjuk egy autót tölteni, de egyáltalán nem az. Rettentő egyszerű az autók töltése. Van egy ilyen kábelünk, aminek kettő vége van, az egyik megy a fali konzolba, a másikkal viszont megtankoljuk az autónkat. Ahogy látjátok, már kinyitottam, de megmutatom nektek, ugyanúgy, mintha tankolnánk a kocsinkat, szimplán ezt itt kinyitjuk, ezt szintén kinyitjuk, és egy pofon egyszerű mozdulattal tölthetjük is az autónkat. Ugye most is egy elektromos autóval közlekedünk, és a Humda Greennek köszönhetően most már számtalan lehetőség van arra, hogy elektromosan utazzunk. Vidéken már zajlik például a zöld busz program, ahol ugye elektromos buszokkal tudunk járni.
Ez pedig egy troli volt, aki éppen dudált. Elektromos autókat és elektromos buszokat általában különböző városokban használnak. Nos, hát hallhattuk itt is, hogy hát nyilvánvalóan az ingerlékenyebbek az emberek, vagy valaki rosszul közlekedik, ti mindenképpen törekedjetek arra, hogy nyugodtan és türelmesen vezessetek, illetve arra is, ha szeretnétek mondjuk kikapcsolódni, és el szeretnétek menni mondjuk a hegyekbe, vagy bárhova vidékre, és szeretnétek mondjuk elektromos rásegítésű biciklit, akkor most már különböző pályázatokon keresztül jelentős támogatásra lehet szert tenni, például a pedelek pályázatán belül, vagy pedig az e-kargón keresztül, úgyhogy ennek mindenképpen néztek utána. Ha nem Budán, hanem Pesten fotózunk, akkor általában az Opera környékén szoktunk fotózni, vagy pedig az Andrássy úton. Az Operát eddig felújították, és nem tudtuk használni, pedig elképesztően gyönyörű, ahogy látjátok, úgyhogy lássuk itt, milyen képeket lehet csinálni. Ha külföldi bloggereket nézünk, őrült menők, azok a street style képek, amik a zebrán készülnek. Nyilván ez egy kisebb baleset veszélyes, de csak zöld lámpánál szoktunk átmenni, és ez az egyik kedvenc ilyen zebránk. És rengeteg a turista! Szóval mindenkinek szeretnék balesetmentes közlekedést kívánni, használjátok úgymond a zöld járműveket, és találkozunk legközelebb!